Szia Bazi, elfogadtam a meghívásodat, vagy nem volt más választásom. Mivel nem vagyok a víznek a pazarlás híve, ezért úgy gondoltam, hogy kijövök a természetben, és gyakorlatilag a tóból fogok vizet meríteni, magamat leöntsem, mert itt van a jég is. Szóval indulj a móka. Remélem, hogy nem fogok belejtni, mert jó sugárs van itt. Szóval megvan a víz. Itt van a kis jeges kocka. Nem úgy ugyebár, mint te, hogy egy kis félvödör vízzel az is meleg volt, gyakorlatilag úgy öntötted le magad. Szóval, ha túlestünk a dolgon, és ne szóljanak már a környezetvédők sem, hogy nagyon sok vizet elpazaroltunk, hiszen már 200 millió litert pazaroltak el itt az emberek különböző jeges mutatványokra. Hát én ezért úgy gondoltam, hogy akkor túlesek a feladaton. Szóval az a helyzet, hogy szerintem még gubik is voltak. Következő a helyzet, kihívottjaim. Mr. Forbes, alias Takács Zsolti, úgysem meri ezt vállalni, úgyhogy maximum egy kis pénzt fog befizetni majd az alapítvány javára. Másik kihívottam a baktársam, az Debreceni Zita. Következő pedig a Golyó, ő is minden fórumon írja, hogy tele van a töke ezzel az egész jegesvizes locsolgatással, úgyhogy íme itt a példa, úgy gondolom, hogy csináljuk is meg. Köszönöm szépen, sziasztok!